Sziasztok! A mai videóban arra a Street Workout pályára látogatunk el, ahol elkezdtem edzeni. Az eredeti tervem az, hogy egy kicsit lehetősebb edzést tartok, ugyanis meghúztam a derekamat. Szóval gyertek velem! Nos, ahogy látjátok, az időjárás ez tökéletes, szóval ez nem lesz igazából a probléma. Meglátjuk, mi lesz. Nagyon kíváncsiak, hogy derekam hogy bírja, most pihentem egy napot vele, szóval igazából jónak kéne lenni. Itt is vagyok a parkba, igazából a dinamika részét az edzésnek azt kihagyom, mivel a derekom sem ennyire nem bírta. Szóval elkezdem a hefesztő edzést, első körben kifogom maximálni, mennyit tudok megcsinálni 3 szedben, aztán pedig elkezdem gumival edzeni, és utána pedig láthatjátok a hefesztő edzésemnek a többi részét, illetve a végén egy basic workout-tal zárom a mai napot. Az első körben eléggé fáradtnak érzem magam már most, és igazából fájt eléggé a vállam is, szóval 3 ismétlés az, ami sikerült. A többit azt meglátjuk, igazából lenyomom lehet, hogy csak 1-2 ismétléssel, de azt tudom, hogy 3 szettet fogok csinálni. Aztán pedig jön a gumis edzés, illetve még 1-2 gyakorlat, amit beraktam az edzésbe, majd azt is láthatjátok, de ez nem a legerősebb edzés, amit most meg tudok csinálni. De ez az utolsó edzésem egy hosszabb pihenő előtt, szóval most szeretném magamból kihozni a maximumot. A gyakorlat az lesz, hogy igazából egy darab ismétlés fogok csinálni, és minél lassabban kell kihúznom. Basta, ez elég. Kipillanat mi?
beszél nálam. Ezekkel a negatív leengedésekkel is végeztem, igazából megcsináltam ezekből is 3 szettet, és most kezdtem el a gumiközeles gyakorlatokat, szóval ebből is megcsinálok egy 3 kört, 3 ismétlés számmal, aztán pedig áttérek a fekete gumira, még egy kört fogtok látni a fekete gumiból, illetve utána pedig elkezdem a szetszent repszedést, ami csak alapgyakorlatokból fog állni, tehát húzózkodás, tolózkodás, muscle up, és ezeknek variációi. Sikeresen végeztem az edzéssel, alapozós körökből is lenyomtam még 2-t ezen kívül, és most már le is nyújtottam, szóval most már csak összefogunk és megyek haza. Nos, remélem tetszett nektek ez a kis edzős videó. Túl sok mindent például dinamikában nem tudtam már edzeni, sajnálatos módon. Szerettem volna, csak nagyon el van tényleg sírva a derekom, és nem akarom megerőltetni, ezért volt egy ilyen kis alapozós, hefesztós edzős videó. Egyébként a hefesztót, ezt a hátulról kihúzós gyakorlatot nagyon ne próbáltok meg otthon, hogyha lehet. Ez egy eléggé haladó gyakorlat, és nagyon sérülés a kezdőknek. Viszont, hogyha már kezdőknél járunk, tényleg nagyon sok kérdést kaptam azzal kapcsolatban, hogy hogyan kezdjem ezt a sportot, hogyan kezdjétek ezt a sportot. A következő videóban tényleg erről lesz szó, viszont mert már készülőben van egyébként. De lehet, hogy még nem a következő videó lesz, mert ezzel párhuzamban egy gyakorlatról ilyen compilation videóm, összeállításos videóm van még készülőben. De dolgozom rajta, és tényleg föl lesz hamarosan. Remélem, hogy tetszett nektek, ennyi lett volna már ez a kis videó. Dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, osszátok meg, hogy tetszett, sziasztok! Oh my goodness.